Már elkezdődött a bajnokság a női kézilabda NB1-ben, azonban a Kisvárda ellenfele, a Vác nemzetközi kupameccset játszott, így a várdaiak csak pénteken lépnek először tétmeccsen pályára ebben a szezonban. Mégpedig a legutóbbihoz képest alaposan átalakított csapattal, mivel 9 új játékos érkezett a Mátéfi Eszter által irányított együtteshez. Balogh Judit, Élő Beatrix, Maria Gárbuz, Tamara Georgiev, Katona Flóra, Veszta Milanovic Litre, Marincsák Nikolett, Trifa Ágnes és Triscsuk Krisztina azzal a célra szerződött Kisvárdára, hogy a tavalyinál jobb szereplése segítse új klubját az élvonalban. A szakmai igazgató szeretné, ha a csapat játéka is javulna az előző szezonhoz képest. A nagyon kemény védekezést szeretem, tehát a határozott kemény védekezést, ebben hatos falat is szoktunk védekezni, meg egy nyitottabb 3-2-1-es védekezést, ami elég kellemetlen tud lenni, amennyiben a lányok értik és jól teszik a dolgukat, ebből pedig természetesen gyors lerohanásokat, gyors indítás gólokat, ezek a legkönnyebb gólok, és felállt Fallern azért szeretném, hogyha sokkal dinamikusabban tudnánk támadni, mint tavaly tettük ezt, alkalmasak rá a játékosaink, tehát ebben az irányban készülünk. A csapatkapitány Szabó Valéria szerint a pályán is azon kívül is egyre inkább összekovácsolódik az együttes. Egy nagyon nehéz felkészülés után már nagyon várjuk, főleg így, hogy egy hét csúszással kezdődik nekünk. Úgy érzem, jól sikerült a felkészülés, nehéz volt, de összekovácsolódott a csapat, reméljük ez majd a meccsen is látszani fog. A csapat válogatott kapusa Trifa Ágnes abban bízik, hogy a Kisvárda sok ellenfél számára okoz majd meglepetést a bajnokságban. Nagyon remélem, hogy mi egy meglepetés csapat leszünk, nagyon jó játékosaink vannak, karakterek, és tényleg ennek idő kell, hogy összeérjen, de úgy gondolom, hogyha mi tényleg jól fog alakulni a sorsunk, és a munkát azt belerakjuk ugye itt a pályán, meg az edzőterembe, meg az bele is volt már rakva nyáron is. Én nagyon remélem, hogy mi egy meglepetés csapat leszünk, és minél előrébb fogunk végezni. Nem szeretnék helyezést mondani, mert nem láttam még az összes csapatot, hogy most tényleg ki milyen erőt képvisel, de úgy gondolom, hogyha mi a saját játékunkat fogjuk tudni játszani, akkor elég jó helyen fogunk tudni végezni a év végén. A Kisvárda pénteken az Albafehérvár otthonában kezdi a szezont. A székesfehérváriak a nyitófordulóban 32-18-as vereséget szenvedtek a Ferencváros vendégeként.